Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Nagyon régóta nem volt sminkes videóm, és el se tudom mondani, hogy mióta szeretném már ezt a videót megcsinálni. Vannak olyan termékek, amit mutatni fogok nektek, amik már 3 hete is megvannak, és van olyan, ami 1 hete. És őszintén megmondom, hogy hozzá se nyúltam, valamilyen szinten egy első benyomást szerettem volna csinálni, úgyhogy csak a dobozát nézegettem egészen idáig. Nagyon szeretnék már hozzákezdeni, viszont még van pár dolog, amit szeretnék nektek elmondani előtte, és van, amit kérdezni szeretnék. Az egyik az, hogy látjátok, hogy már megint egyenes a hajam, az idejét se tudom igazából, hogy mikor volt utoljára göndörhajam ezen a csatornán. És lenne egy olyan kérdésem, hogy ti egyébként melyiket szeretitek jobban rajtam, a göndörhajat vagy az egyeneset? Nekem a göndör tetszik jobban, Bence az egyeneset szereti, és igazából szerintem az egyértelmű, hogy a göndörhajjal sokkal több baj van, nehezebb megcsinálni, viszont lehet, hogy megérné a fáradtságot, úgyhogy itt, vagy itt, nem tudom, soha nem tudom, hogy hol van. Szavazzátok meg nekem, legyetek szívesek, hogy nektek melyik tetszik jobban. És akkor szerintem kezdjük is el, elkezdem megmutatni nektek, hogy miket vettem, mik azok, amik beváltak, mi az, amitől kicsit többet vártam. És talán azzal is kezdeném, amit itthon vettem. Ez az egyik dolog, amit most próbáltam ki először. Nem tudom egyébként, hogy mennyire új. Régen Garniernek használtam a micellás vizét, és megláttam ezt a Neutrogénát hydroboostos hialuronsavval, és habár még annyira nem lehet látni, viszont vannak mimikai ráncaim, és amiben hialuronsav van, arra rögtön ráugrok és imádom. Ez nekem nagyon bevált, iszonyatosan tetszik, ezt körülbelül 3 hete használhatom, 1 hónapja maximum, és lehet, hogy csak beképzelem, lehet, hogy tényleg használ, de... Itt nem tudom, ti mennyire látjátok, de a homlokomon olyan mimikai ráncok vannak, hogy sminkelés után is van, hogy meglátszódnak, és egy kicsit mintha enyhültek volna, azon kívül pedig nagyon-nagyon jól hidratál, úgyhogy nekem ez nagyon bevált. Viszont ennek megvettem a kendő verzióját is. Nagyon-nagyon sok sminklemosó kendőt próbáltam már, és igazából mindegyikkel az a problémám, hogy olyan kemények, vagy egy kicsit érdesek, nem is tudom, hogy hogy mondjam, de tudjátok, amikor a szemetekről szeditek le a sminket vele, akkor karcolja és irritálja, úgyhogy nekem az nem igazán vált be, szerettem volna megmutatni, viszont fogalmam nincs, hogy hol van, nem találtam most. És ide tartozna egy kérés is, hogyha van olyan sminklemosó kendő, sminktörlő kendő, ami nektek bevált, és tényleg puha, és nem irritálja a bőrt, akkor legyetek szívesek, azt írjátok meg nekem kommentbe, mert nagyon érdekelne, és nagyon szeretnék olyan kendőket használni utazásra, amikor hazamegyek, ilyen kis rövid időkre, nagyon praktikus tud lenni, hogy nem kell vinni magaddal ezt az egész üveget. Viszont én még nem találtam olyat, ami nekem bevált volna, úgyhogy ha van tippetek, akkor ezt írjátok meg nekem. Ezen kívül vettem még egy ilyen Catrice Primer sprayt. Energetizáló primer és ápoló spray. Grapefruittal, kivivel és C-vitaminnal. Azt, hogy kifejezetten van-e bármilyen hatása, nem tudom megmondani, viszont nagyon kellemes érzés a bőrön, egy kicsit tényleg olyan előkészített érzést ad, sminkeléshez egyébként tényleg nagyon jó alap, és nagyon kellemes illata is van. 3 féle van belőle, nem tudom miért én ezt választottam, nekem ez egyébként tök bejött, úgyhogy ha gondoljátok, akkor próbáljátok ki, és írjátok meg nekem utána, hogy nektek bevált-e. Az árakat pedig oda fogom nektek tenni a leírásba, úgyhogy keressétek a videó után. Ezután pedig 3 dolog van, amit kint vettem Csehországba, a Sephora-ba. A Sephora-val érdekes kapcsolatunk van. Nagyon ritkán jutok el Sephora-ba, viszont ha eljutok, akkor nagyon sokat szoktam vásárolni. Viszont most valahogy megálltam, és csak pár dolgot vettem, olyan dolgokat, amit tényleg nagyon szerettem volna kipróbálni. Amikor megyünk Bencéjékhez, akkor szoktam menni Sephora-ba, és ez az egyik dolog, amit most végre megvettem. Akárhányszor Bencéjéknél voltunk, soha nem volt készletem. És most is csak a mini kiszerelést tudtam megvenni, viszont nagyon-nagyon szerettem volna már kipróbálni. Habár szerintem több mint egy éve, hogy lecsengett ez a hatalmas párszáli őrület, de ettől függetlenül még mindig kiszerettem volna próbálni, és kíváncsi voltam, hogy milyen. Alapvetően tetszik, viszont annyira nem extra. Nagyon jó érzés, amikor felviszed az arcodra, és nagyon szép fényt ad neki, tök jó rá sminkelni, de ezen kívül igazából semmi különleges. Azután, ha bár egy jó ideje van már, hogy Rihanna kiadta a Fenty kollekciót, még nem vettem semmit, és
ez egy kicsit szívfájdalmam is volt, de Kincseországba rászántam magam, és vettem egy szájfényt. Mivel két fiúval voltam, és így is szerintem kicsit túlhúztam a türelmüket, nagyon gyorsan akartam dönteni, ez volt az utolsó dolog, amit kiválasztottam, és nem tudom megmondani, hogy miért szájfényt vettem, de egy ilyen nagyon szép kis nude, kicsit fényes, kicsit csillogós szájfényt vettem. Ezt egyébként lehet, hogy megváltoztatnám, és azt a gyönyörű gyémánt csillogású átlátszót venném így utólag. De egyébként nagyon tetszik, és meg fogom nektek mindjárt mutatni, hogy hogy néz ki felkenve. És az biztos, hogyha lesz alkalmam Sephora-ba menni, akkor be fogom pótolni a többi termékbe is a lemaradásomat. És egyébként találtam egy nagyon jó oldalt. Azt hiszem, hogy egy angol oldal, mármint értitek, Egyesült Királyság beli oldal, ahonnan ugye nem kell vámot és adót fizetni a rendelések után, és rengeteg olyan termék van, ami Sephora-ba vagy Ulta-ba kapható, vagy esetleg csak weboldalról lehet rendelni. Úgyhogy majd ott is körbenézek kicsit fenti téren, és feltöltöm a készleteket. A következő termék megint csak egy olyan, amit évekkel ezelőtt szerettem volna már venni, és nem tudom megmondani, hogy miért nem vettem, de valahogy mindig elmaradt. És ez nem más, mint az Anastasia Beverly Hills-nek a Deep Brow pomédja. Iszonyatosan régen szerettem volna, és annyira boldog voltam, amikor megvettem, tényleg. És egyébként szerintem ez egy olyan termék, ami nagyon-nagyon megéri az árát. Próbáltam már sokfélét, nem tudom, hogy itt van nekem most. Próbáltam rengeteg itthoni márkát, a Catrice-nek, Rimmel Londonnak, ugye külföldi márkaként a Benefit-nek is próbáltam szemöldök formázóit, viszont nekem eddig ez jött be a legjobban. És mindjárt meg is mutatom nektek, hogy milyen ez, amikor fent van az arcomon. És most elérkeztünk a videónak ahhoz a részéhez, amit már a legjobban vártam. Kettő darab termék van, amit körülbelül egy hete vettem, és szintén hónapok óta szerettem volna az egyiket, a másik az csak gyerekes hülyeség egyébként, nem is tudom, hogy miért vettem meg, de valahogy tudjátok, úgy éreztem, hogy ez kell. És akkor most mutatom is nektek, és az első, amire tényleg hónapok óta vágyom, Jeffree Star Blood Sugar paletta. Szerintem egyébként Jeffree Star összes palettája gyönyörű és nagyon szépek, de ez a paletta valami hihetetlen. Gyönyörű egyébként ez bőr borítású tok tartó. Van rajta két ilyen fém kis kapocs, és így néz ki belülről. Gyönyörű színek vannak benne, nagyon sok, hát a fél paletta igazából ilyen natúrabb színek, kicsit természetesebbek, és a palettának ezen a része pedig tele van rózsaszín, lilás árnyalatokkal, és igazából így az egész palettából nagyon sok melegtónusú sminket is lehet csinálni, és nagyon sok hidegtónusút is. Nem tudom, mennyire szoktátok egyébként ezt így figyelni, viszont én inkább melegtónusú sminkeket csinálok, jobban szeretem a narancssárgákat, ilyen sárgásabb, melegebb barnákat, és valamiért úgy érzem, hogy ezzel a palettával, hogyha fogok próbálkozgatni, különböző szemsminkeket csinálni, akkor egy kicsit jobban rá fogok feküdni a hideg színek próbálgatására is, és hogyha esetleg szeretnétek, hogy valami tényleg extravagáns sminket csináljak ebből, ami még éppen nem arcfestés, akkor ezt is írjátok meg nekem, és mindenképpen fogok csinálni. Viszont a másik dolog, ebbe a kis dobozkába van, és ez nem más, mint a kis tükör. Bence és a drága édesanyukám kinevetett miatta, viszont én ezt nagyon szerettem volna, és nagyon örülök neki. Na de, most, hogy megmutattam mindent, kezdjük is el a sminket. Az arcom egyébként le van törölve, és hidratáló krém van rajta. Kis Catrice spray. Egyébként, ami kicsit fura benne, hogy talán egy minimálisan agresszíven és kicsit nagyobb pöttyekbe fúj, mint ahogy ideális lenne, de ettől szerintem eltekinthetünk.
És ilyen nagyon kellemes kis citrusos illata van. Tök gyorsan beszívódik, és ilyen minimálisan ragacsos érzetet hagy egyébként az arcon. A következő lépésünk a Farsali szérumunk. Ennek pedig egy kicsit ilyen édesség illata van. Vattacukor talán, vagy valami kis süti. És akkor jöhet az alapozás. Most is Catrice alapozót használom, HD Liquid Coverage. Viszont váltottam a legvilágosabb színre, mert iszonyatosan sápat vagyok és hófehér. És tök jó egyébként, mert most, ahogy a kamerámnak a kijelzőjén nézem, túl világosnak tűnik. Viszont élőben egyébként nem rossz, higgyetek nekem. A másik dolog, olyan nagynak tűnik a fülem. Bence mindig mondja, hogy nagy, de sose tudom, hogy viccel, vagy tényleg úgy gondolja. A következő, amit mostanában kezdtem el csinálni, ez Kylie-nak a korrektor családjából van. Egy viszonylag melegebb, sötétebb barna szín, és valamiért nagyon, nagyon mélynek tűnnek most itt ezek a kis vonalkáim. És úgy csinálom mostanában, hogy először ebből a kis barnásabb, narancssárgásabb színből teszek egy keveset, hogy azt a kékes, szürkés árnyalatot kiüsse, és utána teszek a rendes korrektorból, amit tényleg szeretek a szemem alá tenni, és talán így együtt elfedik. Tehát így néz ki az első korrektorral. És így néz ki a második korrektor után. Ez meg a másik, amit az elején mondtam nektek a kis homlokráncomról. Amikor csinálom a szemem alatt a korrektor eldolgozását, felhúzom a homlokom, és ráközelítek nektek. Ahogy felhúzom, ott maradnak a csíkok, és ezért nagyon keményen kell dolgozni, hogy azok eltűnjenek. Lefixálom az arcomon az alapozót és a korrektort, és folytatjuk is a szemöldökömmel. Menet közben megcsináltam a kontúrozást is, és iszonyatosan púderesnek tűnök. Nem tudom miért, de nagyon sok kérdésem van most hozzátok. A következő az lenne, addig elkezdem csinálni a szemöldököm elsősorban. Másodszor pedig az lenne a kérdésem, hogy ti használtok-e fixálósprét, illetve tudjátok-e, hogy mire jó, vagy miért kell? Nyilván most el fogom mondani, de érdekel, hogy tudtátok-e. A fixálóspré nem csak azért fontos, mert jobban megmarad tőle a sminketek, és tartósabb lesz, hanem az olyan esetekben, mint mondjuk nálam, hogyha több réteg krémállagú, folyékony, aztán púderállagú sminket feltesztek az arcotokra, akkor a fixálóspré fogja összeolvasztani végül is ezeket a rétegeket, és fog a végén egy természetes hatást adni. Visszaadja a bőrötöknek végül is a bőr kinézetet, és nem az fog látszódni, hogy mennyi smink van rajtad, hanem egy nagyon szép természetes véghatása lesz. Mostanában egyébként annyit sminkeltem autóba, hogy fura, hogy nem mozog alattam semmi, és nyugiba tudom csinálni a szemöldököm. Gondoltunk már egyébként erre Bencével, hogy csinálunk nekem egy olyan kihívást, hogy autóba kell megcsinálnom az egész arcomon a sminket, és természetesen nem a legjobb fajta utakon. Hogyha szeretnétek, akkor ezt is írjátok meg kommentbe, és végre kezdhetem a szememet. Erre várok egy egész hete. Nem is tudom igazából, hogy mivel kezdjem. A másik dolog, hogy nem volt, nem volt időm, elfelejtettem kimosni az ecseteimet. És van 3-4 ecset, amit imádok használni, és hiába van még azon kívül 50, nem használom őket.
Szóval arra gondoltam, hogy most egy kicsit másféle sminket fogok csinálni, mint amit általában csinálok. Mostanában valamilyen nagyon rá vagyok állva arra, hogy a belső szemzugomba nagyon világos, kifele sötétedik, és a közepén egy kicsit valami csillámos dolog van. Viszont arra gondoltam, hogy most olyat fogok csinálni, hogy a belső és a külső zugba sötét, és a középe világos. Értitek? Catrice-es szemhéjpúderbázist használok, szépen felütögetem. És akkor elsőre egy kicsit lightosabb színkombinációval kezdek. Felvettem az első színt, ami a kék mix, és a mélyítő vonalba és a felett elkezdem eldolgozni. És egyébként tényleg úgy, ahogy bármelyik videóba láthattátok, hogyha néztetek erről videót, nagyon-nagyon szépen és könnyen el lehet dolgozni. És ezt a színt majdnem felviszem a szemöldök csontomig, odáig eldolgozom. Nagyon szép legyen az átmenet. Utána az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik irányba mozduljak. Elsőre maradok inkább a natur vonalon, és hogyha szeretnétek, akkor csinálunk ebből egy extrémebb verziót is. A következő szín az Ouch. Ezt már egy kicsit lejjebb kezdem el eldolgozni, és ebből már a szemzugokra is fogok tenni. A következő szín, ez a nagyon sötét csoki barna, de egy kicsit ilyen bordós beütése is van. Intravénusz talán. És ezt elsősorban a szemzugokba teszem le, és egy nagyon-nagyon picit a mélyítő vonalra pontosan. Csak egy kis árnyéka legyen. Egy nagyon picit ebből a pirosas színből is cherry szódából fogok az alsó szempilletövemhez tenni, és itt is követem ugyanazt a koncepciót, mint a felsőnél. A külső és belső sarokba megy a legsötétebb szín. Lehet, hogy a kék szemem miatt csak, de nagyon szeretem a szememen a pirosat, vagy az ilyen bordós árnyalatokat. És akkor ezután pedig az ujjammal fogom felhelyezni a donor színárnyalatot egészen középre, és ezt egy kicsit a mélyítő vonal felé is felhelyezem, nem csak a mozgó szemhéjamra. Valamennyire egy ilyen highlightot adjon középen. Nagyon szép szín egyébként. Kellene nekem egy tus. Hol a tusom? Befejezem gyorsan az arcomat egy kis highlighterrel. Hát színben nem nagyon passzol ez a Jeffree-s highlighter. De azért megnézzük, hogy hogy néz neki. És ha már minden Jeffree-s, akkor a rúzs is az lesz, androgyni. Gyorsan kihúzom ceruzával a szem, és jöhet a rúzs. Köszönöm.
És kész is vagyunk, már csak fixálóspré. Ú, de masszatos a kezem. Hogyha úgy érzitek egyébként, hogy a highlighteretek nem elég erős, akkor ilyenkor menjetek még rá egy kicsit, amíg nedves még az arcotok, és nagyon szépen erősen fog látszódni után. És akkor így néz ki a végleges smink, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha a termékek közül megvan nektek bármi, akkor írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek róla, bevált-e vagy sem. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!